Az időjárás is segített nekünk, megúsztuk a nagy vihart, egy kisebb eső volt, egy kisebb megszakításokkal, egy futamot kellett félbeszakítanunk, de ezt azt rá egy órára megismételtük. Az időjárás jó volt. A Kanizsán jellegzetes északi szél az, ami nagyon nagy probléma szokott lenni, az elkerült minket. A Nemzetközi Szövetség azt mondta, hogy az utóbbi idők legjobban megrendezett világbajnoksága volt. A döntők mennyire hoztak nagy küzdelmet, magas színvonalú versenyt? Olyan szinten hoztak nagy küzdelmet, hogy egy előzés után a 27 köbcentis kategóriában az első helyről a hatodikra esett vissza a vezető versenyző. Tized és század másodpercek döntöttek egy-egy helyezés sorsáról. Most, hogy ennyire jól sikerült ez a világbajnokság, mennyire van tervbe, hogy hasonló nívójú események helyszínen lehet, akár Nagykan is a hasonló nívójú eseményeket bonyolíthat le a Kanisza Egyesülete? Hát most egyelőre pihenés. Tehát ez a csapat, aki ezt az elmúlt egy évet végig dolgozta, és az, ha a záróünnepséggel még nincs vége a dolga, mert mindent le kell bontanunk, hétfőn és kedden a VIA-nak vissza kell adnunk a területet, addig el kell végeznünk. Én azt mondom, hogy most tervben nincsen. Ahhoz el kell tenni egy-két évnek, hogy egyáltalán azt mondjuk, hogy esetleg készen állunk. Nagyon boldog vagyok, örülök, hogy így sikerült. Két magyar volt a döntőbe, hál' Isten az Andrásnak is jól sikerült. Szebb lenne, hogyha minél fényesebb lenne ez az érem, de boldogság tölt el teljes mértékben. Berta András lett a második. Hogy látja, mennyire dolgoztak össze, úgymond a versenyen kívül, tehát mennyire adtak egymásnak tanácsot, mennyire figyeltek arra, hogy a másikat is segítsék valamilyen tanácsokkal? Ez egy jó kérdés, mert pont tegnap ugye a VB-re készítettem fel a motor, vagy a döntőre készítettem fel a motort, és pont András odajött, hogy megnézheti-e, és pont erről ott, tehát ő is ugyanúgy nyugtázta, hogy ez így jó lesz, összerakhatod, meg hát korábban is mindig együtt vagyunk, mi ugyanazokat a motorokat használjuk, tehát mindig kikérjük egymás tanácsát, tehát nincs ez a versenyzők vagyunk, tehát Lennastégen úgymond ellenfelek vagyunk, hogyha így fogalmazok, de amúgy meg jó baráti kapcsolatot tartunk fel egymással. Mi volt a célja, amikor megérkezett a világbajnokság helyszínére, amikor benevezett a világbajnokságra? Ez a bronzérem hova helyezhető a célhoz képest? Hát az igazi cél ugye mindig egy alap dolog, egy ilyen VB-s mezőnynél, hogy a döntőbe bekerüljön az ember, mert már az is egy nagyon-nagyon nagy szép eredmény. Hát azon belül természetesen a dobogó. De hát mindenki nyerni szeret, mi meg pláne, mivel már nekem már van mindenféle érmem világbajnokságról, most lett egy újabb bronzérmem is, ami persze ugyanolyan szépen fog mutatni a vitrínben, mint bármelyik másik, de ugye az a kis aranyérem az még mindig hiányzik, mármint a VB aranyérem. De ennek ellenére nagyon örülök ennek az elért eredménynek, mert nagyon-nagyon szoros volt a döntő. Az elején egy kicsit hátrább szorultam, mert nagyon jó rajtolt az egész mezőny, de sikerült így felküzdenem magamat, úgyhogy nagyon örülök. Mik voltak a kulcsmomentumok ezen a döntőn? Hát a rajt, ahogy említettem. Tehát a rajt igaz, hogy 30 percig tart a verseny, de a rajt az nagyon fontos, nagyon jól rajtoltak a versenyzők, és itt az egyes számú bójánál nagyon nagy volt a tüdelkedés, és én próbáltam nem itt elvérezni, mert az a legbosszantóbb, és itt visszacsúsztam, hogy hallottam a 7.-8. helyre, de én ezt láttam is, és hát innen kellett felhozni magamat, eddig tudtam. Voltak gyorsabb hajók, aki megnyerte, ugye gyorsabb hajó volt, el kellett rakni a mezőnybe, hogy ki az ellenfél, ki nem, tehát mindenki ellenfél, csak hogy nekem is volt egy saját meccsem, egy saját versenyem, ez sikerült is, mert ugye a német barátom, azt hiszem mellettem lévő Stégen állt, ővele küzdöttünk az utolsó 5 percben ezért a dobogós helyért.